Taxodium disticum, a mozári ciprus gyakorlatilag szinte az egyetlen olyan növényünk, olyan fánk, amelyet, hogyha beültetünk a kertünkbe, akkor ilyen igazi mocsári, kőkorszaki, őskori hangulatot tudunk vele teremteni. De látjuk ezeket a fantasztikus, kiemelkedő légzőgyökereket, de látjuk azt, hogy itt ez most hát majdnem egy vagy másfél méteres vízmélységben állnak ezek a növények. Hát természetesen nagyon sok kertbarátnak nincsen folyóparti, vagy folyópart részlete, vagy egy holtágpartja, de hát igazából ugye nagyon sokan szeretnénk olyan romantikus kialakítású, tényleg ezt az ős kőkorszakot, ezt a Jurassic Park hangulatot belengő kertet alkotni, amihez hát ugye azért egy égerfát elültettünk, persze, de azt ugye nagyon sok helyen látjuk az ilyen különböző réteknél, ahol ugye a különböző árkokban ugye összegyűlik a víz, vagy ugyanígy mondjuk a fűzfát, csak ugye a fűzfa is a parkokban ugye egy annyira megszokott növényünk lett, hogy hát igazából nem jön át az a rendben, hogy a vízpart az átjön, de gyakorlatilag ez a kőkorszaki hatás ez nem jön át. És igazából a Taxodium disticum, a mocsári ciprus az pontosan erre alkalmas, és hát látjuk ezt a fantasztikus hatást, hogy itt akár sűrűn is össze lehet őket ültetni, akár 1-2 méteres távolságban is le lehet ültetni őket. Igazából ezeket a növényeket kertészetben meg lehet vásárolni, már fél méteres vagy 1 méteres magasságig megnevelt konténes állományt lehet kapni, és tulajdonképpen ezek a kezdeti időszakban bírják a félárnyékot, tehát akár egy olyan meglévő fatövébe is be tudjuk őket ültetni, amit tudunk, hogy mondjuk 5-10 év múlva kivágunk, és ennek a fának a kiváltására lehet alkalmazni mondjuk ezt a mocsári ciprust, szépen a félárnyékban felnövekszik, talán egy picit a fagyérzékenységére is tudunk ezzel hatni, ugyanis fiatal korában fagyérzékeny, és hát akkor utána teret kell neki engedni kell, hogy nőjön az ég felé, mert ez fantasztikusan tör fölfelé, csodálatosan nagy, óriási, akár 30-40 méteres magasságot is elérő, vagy néha még magasabbra is feltörő, gyönyörű, szép, egyenes, sudár törzseivel. Tehát az, aki Magyarországon szeretne igazi, mocsári, őskori hangulatot megteremteni a kertjében, az egy picike vízfelület mellett bátran válassza a mocsári ciprust.